Benne mától mindörökké. Na, az Anna slágere. Kedvenc karakter, és miért az? Most a tűzi, mert azt hozzuk el a fenéből a gyűjtőpontokon, és be kell valljam, hogy nem láttam az első részt. Hát ez szégyen, és ez a belecsúsztatott reklám minősítetetlen. Ízést, százszorta hallgattam végig így a háttérben, kis keresztlányommal, unokahúgommal hallgattam, de nem láttam. Tudom a sztorit, úgyhogy végül is várom a második részt. De azért megvan, hogy csak egy icipici hó kell. Ez kívülről. Hát azt mindegyik számot kívülről tudom. Jégvarázs. Jégvarázs. Bizony. Uh-huh. Kedvenc karakter. Jaj, micsoda kérdés. Jaj, micsoda válasz lesz. Olaf, amúgy Anna hangja vagyok, és Anna szerintem egy nagyon cserfes, belevaló, édes, kedves, vicces lány. Úgyhogy tulajdonképpen Anna. Szórakoztatott a második rész szinkronizálása? Is. Igen, az elsőé is, a második is. A második véleményem szerint izgalmas, és izgalmas, és nagyon izgalmas. Nem mondd, csak nem arra célzol, hogy izgalmas. Egy picit izgalmas lesz. De, és nagyon édes, nagyon vicces film. Nagyon édesek, tényleg. Activities-nek, hát nagyon szuper. Hogy... iPhone lesz a kezükben. Az enyémben biztosan nem. Lesz esetleg ebben a részben is slágerre válható dalocska? Ez nagyon jó kérdés, ezt megkérdezem tőletek majd, miután megnéztétek a filmet, oké? Okay? Nekem a kedvenc karakterem az Anna volt. Nekem az Anna, és azért, mert ugye, hogy tehát ezt a testvéri szeretetet mutatja ő be gyakorlatilag, és nekem ezért volt ő nagyon szimpatikus. Tehát az Elzát megimádtam, hogy énekel. Tehát minden karakternek megvolt a maga sajátossága, azt gondolom. Mondjátok, ki volt az első részben a kedvenc karakteretek, és miért ő volt az? Nekem az Anna. Neked ki volt a kedvenced, az Elza vagy az Anna? Az Anna. Anna? Nekem az elsőben az Olaf, mert vicces volt. Van valami jégvarázsos játékotok? Mi van a Barbie? A Barbie az jó, Anna. Jó, van, de a kérdés Barbie, meg egy Anna. A Krisztofos Barbie-nk is volt. Meg de Olaf is volt, meg Olaf is volt. Nekem az a fiú baba. Igen, a Krisztof. Tehát gyakorlatilag volt egy egész jégvarázsos kollekció. Hát nekem mindegyik tetszett nagyon. Mesés nagyon jó volt. Első rész is nagyon jó volt, mert biztos a második rész is nagyon jó lesz most. És Anna vagy az Elza? Melyik volt a kedvenced? Nekem mind a kettő. Mind a kettő. Egyébként volt mind a kettő a farsangon, ugye? Voltál mind a kettő szinte. Úgyhogy nem tudunk választani, mind a kettő csajt bírjuk. Milyen volt a forgatás? Nagyon izgalmas volt. Mi se tudtuk előre, mi fog történni, úgyhogy nem kaptuk meg a forgatókönyvet. Nekünk is nagyon izgalmas volt, hogy mi lesz majd a filmben, nem is árulhatjuk el. Próbáltam nem megfagyasztani Erendélt. Ezt kérdezni is akartam, hogy lesz-e testvéri harc? Ó nem, mi sose hát, veszek. Talán egy kicsi, mert sose engedi, hogy megfésüljem a haján. A hajam az tabu. És lesz hó? Mindig van hó. Let it go. Szerintem a karácsony mint olyan mindig egy nagyon jó emlék, és igazából annyi minden van ebben a karácsonyban, hogy valójában nincs olyan kedvenc, amire azt mondanám, hogy ez volt a kedvenc nekem. Alapjáraton az egész évben a karácsony a nagyon kedvenc ünnepem, úgyhogy valójában maja, de neki is az a kedvenc. Várja. Na mindegy, tehát lényeg, én nagyon szeretem a karácsonyt, úgyhogy gyakorlatilag nekem bármelyik karácsony a kedvenc emlékem. Az első közös karácsony a kislányommal, aki most 2 éves, úgyhogy most lesz a második legszebb karácsonyi élményem, a második karácsony. Legszebb karácsonyi emlék, mikor együtt díszítjük a fát minden évben. Családdal. A férjem Budapesten kérte meg a kezemet. Nagyon romantikus volt, és nagyon szenvedélyes pillanata ez az életemnek, úgyhogy Budapest.
szerelem. Ne cuki. Ugye? Mit gondolsz a guatemalai kormány külpolitikájáról? Miről? Vicceltem. De jó Isten, ez egy jó kérdés van. Oké? Igen. Mehetek? Kezdjük. Nachoszt akarok enni. Sziasztok! Menekülj! Köszönjük szépen! Szia!